Házi bagel. A lisztet a robotgép keverő tájába tesszük, hozzáadjuk a 3 deci langyos vizet, a 15 g élesztőt, 2 teáskanál sót, 1 evőkanál cukrot és 1 teáskanál olajat. A dagasztókarral ruganyos tésztát dagasztunk belőle. Letakarjuk, meleg, húzatmentes helyen 1 órát keresztjük a tésztát. Ezután gyúródeszkán lazán átgyúrjuk és 7 részre osztjuk. Minden darabból 20-25 cm hosszú hengert sodrunk, majd az ujjainkon körbetekerve összedolgozzuk a henger két végét. Az így kapott gyűrűket letakarva további 10 percet keresztjük. Közben a vizet a mézzel és a sóval felforraljuk, és a megkelt tésztagyűrűket kettesével oldalanként 33 másodpercig főzzük, majd egy sütőpapírral bérelt tepsire tesszük. Megkenjük őket tojással, meghintjük szezámmaggal vagy mákkal, és 220 fokos sütőben körülbelül 12-15 percig sütjük. A forró bégeleket egy konyharuhával letakarjuk, és hagyjuk teljesen kihűlni. A bégelt ketté vágjuk, vastagon megkenjük natúr sajtkrémmel, és belepakoljuk a kedvenc töltelékünket. Így biztosak lehetünk benne, hogy tökéletes házi péksüteményt sütöttünk.